Szép napot kívánok mindenkinek, köszönöm a meghívást, örömmel jöttem el. Nem csak a Magyar Közgazdászársaság Startup szekciójának vagyok az elnöke, hanem a magyar startup közösségnek az egyik véleményvezére is. Örömmel hallgattam az előttem elhangzott beszédeket a digitális jólét programról, mert kivételesen egy csomó mindennel egyetértünk. Tavaly, amikor előadhattam ugyanezen a helyen, egy csomó panasszal jöttünk. Ez hiányzik, ez nincs meg, az nincs meg, stb. Most idén egész máshogy állok itt. Gergő, mintha olvasta volna a prezentációmat, de szerintem olvasta is a vázlatát az interneten, mert megkérdeztem a magyar startup közösséget, hogy ők mit is szeretnének. Mondtak egy csomó hülyeséget egyébként, aztán egy idő után komoly lett a vita, és egészen jó dolgok kezdtek eljönni. Nem, mintha nem tudtuk volna, hogy mi hiányzik, de azért szerettük volna megkérdezni, hogy mit is szeretne a magyar startup. Hát a magyar startup nagyon sok mindent szeretne. Azt én oda mind fölírtam, hogy mit szeretnének, rettenetes, ki se lehet benne igazodni, ennyi mindent nem is lehet megvalósítani. Hogy miről is szeretnék beszélni? Arról szeretnék beszélni, hogy az állam idén számos olyan jelzést adott, hogy nyitott az innováció lehetőségeinek, és ezzel Magyarország versenyképességének javítására. Itt egy egész fantasztikus felsorolással akartam készülni, mert hogy végre elindultak azok a programok, amiktől a döntéshozók a hazai startup világ sikerét várják. A digitális jólét program pedig külön szekcióval foglalkozik a startupokkal. Hát hogyan is gondolkozik erről a magyar startup közösség, az ökoszisztéma? A startupok bár kicsiny szeletét adják a gazdaságnak, a hatásuk mégis nagyon nagy, és nem a belőlük fakadó közvetlen anyagi haszon miatt. Észtországot, Finnországot, Izraelt, Szingapurt simán emlegethetjük, hiszen ezekben az országokban egészen fantasztikus dolgot építettek, egy ország arculatot építettek az innovációra. Az innovációra, ami felpörgeti a gazdaságot, új munkahelyeket teremt, lassítja az elvándorlást, tehát jó befektetés. Vityi Pétert is hallgattam, hogy el kell menni a magyar startupnak, idegen tőkét kell szereznie, az nagyon nehéz dolog ám, szóval csak úgy mondom. Nem mondom egyébként, hogy nincs változás a tavalyi évhez képest, sőt, és akkor itt jön a felsorolás, az NKFIH meghirdette például az inkubátor pályázatot, ami heteken belül akár komoly változást okozhat a startup életben. Elindult a Startup Campus program, az Input program, alkonzulátus nyílt San Franciscóban. Ezeket tavaly azért még senki nem gondolta, hogy ilyen jó dolgok lesznek. A Külügy, a Nemzeti Kereskedőház közösen dolgozik a magyar startupok sikerén. És igen, a Design Terminál megcsinálta azokat a dolgokat, amit már régen meg kellett volna csinálni üzleti alapon. Tucatnyi szervezet dolgozik a sikeren, hagyj mutassam meg mennyi. Lehet, hogy nem látszik jól, de nagyon sok. Külön-külön, más-más stratégiával, más-más módszerekkel. Egy valami viszont hiányzik, és ezt tavaly is mondtuk, hiányzik egy darab összefogó rendszer. Egy rendszer, ami koordinálja a különböző szereplők jelenleg sokszor párhuzamos munkáját. Bevonja a magánkezdeményezéseket, a teljes ökoszisztéma minden elemét egyformán fontosnak tartja, javaslatokat tesz, megvitat, széles körben egyeztet, és az érintett szereplők úgy érzik, hogy fontos az ő munkájuk. Na, szerintünk ez lehetne a digitális jólét program. Erről akartam beszélni itt most, és tényleg nagyon érdekes az, hogy egy csomó mindenben találkozik a véleményünk. Hoztam is 7 pontot, amit nagyon-nagyon szívesen látnánk viszont a programban. A 7 pont az oktatással és a tehetséggondozással kezdődik, mert utánpótlás nevelés nélkül elképzelhetetlen a siker. A vállalkozói szemléletformálást meg kell kezdeni a középiskolában. Nincs idő arra, hogy tovább halogassuk az új generáció ilyen típusú oktatását. Támogassuk a startup ökoszisztéma utánpótlását segítő programokat, fiatalok motiválását, a női vállalkozói aktivitásokat erősítő projekteket. Ezek nagyon fontos dolgok. Támogatnunk kell Magyarország hagyományosan sikeres innovációs szektorait is. Az előbb beszéltünk az autóiparról, én azt kifelejtettem, őszinte leszek, kimaradt. De a clean tech, a green tech, a biotech,
az IT, a fintech, az IoT, az agrotech megoldásokban mi nagyon jók vagyunk. Ebből viszonylag sok van Magyarországon. Itt a kulcs csupán az, hogy képesek vagyunk-e összekapcsolni az egyetemi kutatást és az üzleti gondolkodást, mert ez eddig hiányzott. Ott fihennek a fiókokban nagyon fontos dolgok, ahelyett, hogy kivennénk őket és kivinnénk őket a piacra, doktori disszertációk és mindenféle dolgok készülnek belőle, anélkül, hogy a piacra kerülnének. Nem elegendő a startupjainkat elvinni egy-egy versenyre, fesztiválra. Ez fontos dolog, de a siker néhány nap alatt ott nem megszerezhető. Nem feltétlenül lehet megalapozni egy startup sikert azzal, hogy kijutunk valahová. Szervezünk startup ösztöndíj programokat, küldjünk tehetséges fiatalokat a legnagyobb startup központokba, hogy megismerhessék, mik a nemzetközi trendek. Ez nagyon jó lenne, nagyon fontos lenne. Építsünk fel hitfőállásokat a nemzetközi startup központokba, tegyünk le oda magyar innovációs házakat kiépítve ezzel Berlinben, Londonban, New Yorkban a magyar startupok jelenlétét. Ez nagy álom a startup világnak. A startup világ egy része láthatatlan. Fel kell térképezni a teljes startup ökoszisztémát. Készüljön egy teljes tehetségtérkép, akár Kárpát-medencei szinten is. Én hiszek benne, nagyon sokat járok Erdélyben, nagyon jó barátaim vannak ott. Felneveltünk már egy pár erdélyi startupot, amelyek ma már nagyon izgalmas dolgokat csinálnak. Én csak arra gondolok, hogy amikor az ember a Facebookon látja Buscsa Attilát, aki a Csiki Sörnek a drónnal való szállítását oldotta meg, ez egy nagyon jó érzés a számomra, hogy az egyik hekatonunkon született Tusnádfürdőn. Átgondolt, egymásra épülő, eredményorientált forrásokkal kellene támogatni a startupokat. Ez borzasztó bullshitnek hangzik, de ez így van. Egyszerűsíteni kellene ezeket a pályázati forrásokat, mert egyszerűen a startup nem hajlandó pályázni, nem akar, nem szereti, nem szeret adminisztrációt, bürokráciát, nem szeret semmi ilyesmit. Nehéz dolog ez. És nagyon-nagyon nehéz lesz az elmúló Jeremy program mellett bármiféle tőkét bevonni. Ugye az üzleti angyalok azok még egy lehetőségként jelennek meg, de abból meg nagyon kevés van még. A befektetési célok közé kellene emelni végre az induló vállalkozásokat és a seed projekteket. Ez soha nem volt megoldva. Ez az egész Jeremy program alatt úgy, ahogy van, cakumpakli kimaradt. Egyértelmű az, hogy a továbblépést inkubátorok, accelerátorok és növekedési alapok fogják majd biztosítani azoknak, akik már el tudtak indulni. Igen, az állam szerepe fontos, nagyon fontos. Ezen sokat-sokat vitatkoztunk, a startup ökoszisztéma nem gondolja így. Az állam, azt mondják, nagyon bonyolult, nekik nem érthető. De pedig a sikeres nemzetközi példákból kiindulva az állam a kiszámítható gazdasági környezettel rendkívül sokat tehet ezért az egészért. A vállalkozás barát adózás, a startup cégeket segítő környezet szintén hatékonyan segíti a közös munkát. Ezzel akár ide lehet csábítani akárkit a világ másik feléről is, és lehet tőlük tanulni. Igen, egyetértek Böszörményi Gergővel abban, hogy ide kell hozni őket, meg kell tőlük tanulni azt, amit mi még nem tudunk. A nagyvállalatok és a startupok viszonyáról beszélt Vityi Péter, ez teljesen hihetetlenül egybevág azzal. Én nézegettem egyre jobban a Németországban működő egyik programot, ahol nagyvállalatok rájöttek arra, hogy a saját megoldásaikat startup megoldásokkal lehet kiváltani. A Hightech Gründerfonds nevezetű alap azért jött létre, az Opel, az Audi, én nem tudom, legalább 10 olyan nagyvállalat segítségével, amely megvalósítja jelen pillanatban a startup ötleteket. Nem könnyű bemenni egy olyan szférába, ahol a nagyvállalatok uralják ezt a területet. Nem könnyű bemenni egy Audihoz, egy startupnak, és azt mondani, hogy hello, itt vagyok, hoztam nektek egy megoldást. Hát ki fognak röhögni valószínűleg helyből. Cserébe viszont, ha van egy ilyen alap, amely azt mondja, hogy összedobunk egy kis pénzt, és segítjük megvalósulni azokat az ötleteket, amiket a startupok hoznak, akkor egészen máshogy fog bekerülni a dolog a köztudatba. Erre a 7 pontra szeretnénk a digitális jólét programban válaszokat, mert a program akkor szolgálja majd igazán a hazai innovációs környezet fejlődését, ha ezekre a kérdésekre valódi válaszokat ad az érintettek megkérdezésével. Mert higgyék el, a startup definíciójában olvasható, nagy rizikóval működő, nagy növekedési potenciállal rendelkező innovatív vállalkozások rizikója csökkenthető,
és a sikeresélyük is növelhető, ha azokat az üzeneteket meghallják a döntéshozók, amelyeket az érintettek küldenek most rajtam keresztül. Köszönöm szépen a figyelmet!